Bartis Szabolcs orgonaépítő a kisebbik orgona klaviatúráját teszteli a nagyváradi Székesegyházban. A 2020 márciusában elkezdett felújítás egy román-magyar határon átnyúló projekt részeként valósulhatott meg. A hangszert 1780-ban Mária Terézia megrendelésére készítette az osztrák Fridolin Förster orgonaépítőmester. Az 1890-es években pedig a nagyváradi Ország Sándor bővítette ki és építette át. A szakértők által elképzelt koncepció az gyakorlatilag az Ország Sándor által átépített orgonának a rehabilitálása, rekonstruálása és jobbá tétele, és mindezeken belül persze még a bővítése. Ugye azt tudod, hogy már az Ország Sándor által épített hangszer születésétől fogva voltak itt azért rendellenességek, úgy szélellátásbeli, mint technikai rendellenességek, és ezeknek az újra gondolása, átgondolása volt az, ami egy nagyobb kihívás volt. És ez volt az egyik fő koncepció, a másik az az, hogy a mellvéden lévő kis orgona, egy különálló orgonának, egy olyan különleges hangszernek a megépítése, ami azt lehet mondani, hogy egyedi itten gyakorlatilag az országban. A 2,5 év alatt szétszerelt orgonát Gyergyószent Miklóson, a játszóasztalt és mechanikát Csíkszentsimonban állították helyre. A karzat mellvédjén pedig új orgonát építettek Bors László tusnádi orgonaépítővel. Az átfogó terveket művészeti tanácsadók közreműködésével dolgozták ki. Érdekesség, hogy a nagyváradi ország csak a két monumentális orgonaszekrénybe helyezte el a hangszert a 19. században. A mellvéden található barokk kis szekrényt üresen hagyta. Ha lentről nézzük viszont, rendkívül esztétikus a hangszer ezzel az ornamentikával, amelyben mi most egy teljes új orgonát építettünk, melynek hangzásvilága eltér a nagy orgonától, és külön is használható. A nyílt napon Kristóf János, a Székesegyház orgonaművésze első alkalommal szólaltatta meg a hangszert. Domenico Cipoli szerzeménye, Elevazione a címe, vagyis átváltoztatáskor volt előírva, hogy a liturgián játsszák az olasz miséken. Olasz barokk orgona, ennek külön játszószekrénye van a kis középső szekrényben, itt ahol ülök. Ennek az is érdekessége, hogy egyrészt a hangolása középhangos hangolás, vagyis a 12 terzből 8 tisztán szólal meg, illetve a 4 oktáv terjedelem az úgy valósul meg, hogy az alsó oktáv nem teljes, ezért hívják rövid oktávnak, hiányoznak belőle a félhangok, egyedül a B vagy Ice van meg benne, a többi az hiányzik, ezért nem minden mű játszható rajta. A teljes hangmechanikának a traktúrázata, az összekötése a billentyűtől egészen a szelepekig, egészen föl addig, amíg kinyitja a traktúra a kis szelepet, és akkor a szélládában lévő levegő az a szelep nyitással úgymond utat enged a levegőnek a síp fele. A nagyváradiak, bihariak nagy érdeklődéssel követték az orgonaépítésről szóló beszámolót, és betekintést nyerhettek a hangszer építésébe és működésébe. Egy nagy előrelépés lesz, tehát már eddig is voltak itt hangversenyek, de most a fejlődés után, amit most a szakemberektől is megtudtuk, egy nagyon nagy felújításon ment át, a hangzása még csodálatosabb lesz valószínűleg, mint ezelőtt. Tehát hangversenyeken, ugye a szentmiséken rendszeresen játszanak, a kórus is itt van, úgyhogy a zenekarral együtt nagyon izgatottan várjuk tovább. A teljes hangszer átadására várhatóan év végén kerül sor. Az a tervünk, hogy ezt így már jeleztem munkatársak felé is, hogy az a tervünk, hogy ez az orgona azért legyen kihasználva, mert azért ugye nagyon fontos egy jó orgonát helyesen felépíteni, nagyon fontos a hangszer karbantartása, de nagyon fontos az is, hogy használva legyen, mert hogyha nincs használva, akkor az orgona úgymond kopik, illetve elveszíti a minőségét, ezért használni kell majd, és az az elképzelés, hogy amikor már az orgona teljesen működőképes lesz, akkor
naponta megszólaltatjuk, déli időbe egy 10-15 percre legyen egy orgona muzsika, egy kis lelki impulzussal, biztatással itt a Székesegyházban. Ezt más székesegyházakban is gyakorolják, miért ne tegyük mi is. A program célja volt ugyanakkor a térség kulturális és humán erőforrásainak fejlesztése is, melynek értelmében ingyenes hangszerképzést is biztosítanak az érdeklődőknek Nagyváradon.